Új nyílászárók, hő- és vízszigetelés, akadálymentesítés, napelemes rendszer. Az önkormányzat egyik legkomplexebb energetikai fejlesztése zajlott a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskolában. A városvezetés 2011 óta folyamatosan pályázik az energetikai korszerűsítés célzó beruházásokra. Eddig összesen több mint 7 milliárd forint értékű, ilyen jellegű fejlesztéssorozat történt a megyeszékhelyen. Máig 87 intézményt sikerült felújítanunk, ez mindenféle területen érvényes, tehát most legutóbb ugye művelődési házak is voltak, Borbányán, Mandabokorba, Városmajori, voltak iskolák továbbra is, fontosnak tartjuk az oktatást attól, hogy állami fenntartás működtetés van, az önkormányzat a tulajdonos ezeknek az ingatlanoknak, a jövőnk szempontjából, a városjövője szempontjából meg kiemelten fontosak, szociális területen idősek otthona, Besenyei téren szociális bérlakások felújítása történt, az összes óvodát, az összes bölcsődét felújítottuk. Ez pedig már a Continental Arena. Itt is napelemekkel segítik az energiaköltségek csökkentését. Egy 50 kW-os rendszer kiépítésével minimum 12, legfeljebb 15 családi ház fogyasztása biztosítható. Az oktatási és szociális intézmények mellett több művelődési ház is megújult. A nyílászárók cseréjén kívül hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés is történt az épületekben. A Városmajori mellett Borbányán és Mandabokorban is energiatakarékosabb és komfortosabb a működés. Nagyon sok civil szervezet használja ezeket a házakat különböző alkalmakra. Ez egyfajta olyan közösségi tér, amely azoknak a városrészeknek a lakói számára nagyon sokat jelent, és nem mindegy az, hogy milyen komfortérzetük van. Nyilván ezek energetikai pályázatok, megszabottak, hogy mire lehet ezt a pénzt felhasználni. Hogyha valaki visszagondol arra, hogy milyenek voltak, mondjuk a külalakjuk, hogy néztek ki, hogyha az ember elment az utcán, és most hogy néznek ki, és milyen bent a hőérzet, milyen bent a tisztaság, milyen bent a komfortérzet, akkor óriási különbséget fog tapasztalni. Én jártam mind a háromban, úgyhogy tudom, hogy miről beszélek, és hát ez azért nagyon fontos, mert nyilván nem kell mindent a város központjába beterelni, hanem az emberekhez kiközvetíteni a kultúrát azokra a városrészekre, ahol laknak. Az energetikai fejlesztésekről tartott tájékoztatón elhangzott, a beruházások folytatódnak. A TOP Plus keretében idén eddig 9 pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Az új időszakban már sikerült benyújtanunk a TOP Plus keretében összesen 45 darab intézményre napelemes rendszert, ami ugye nagyon fontos abból a szempontból is, hogy a emelkedő energiaáraknak a kompenzálására, tehát próbálunk időben reagálni ezekre a kihívásokra, és ezen kívül már a TOP Plusban beadtunk 4 darab komplex fejlesztést is. A következő 7 évben rendelkezésre álló 50 milliárdos TOP Plus-os fejlesztési keretből idén eddig 2,8 milliárd forint értékű energetikai fejlesztésről szóló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A tervek szerint kiemelt energetikai beruházás kezdődhet majd a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban, de korszerűsítik a Vikár Sándor Zeneiskolát, a Pacsirta utcai nyugdíjas házat és a Lobogó utcai bérlakásokat is.